A közhely a Villányi út Ábel-Jenő utca sarkán egy kis, de annál családiasabb keresztény gyülekezet közösségi helye. Erre utal a név is. Egy amerikai misszionárius lelkész és magyar segédlelkésze teljesít szolgálatot a budapesti szabad metodista gyülekezet hívei számára, de az istentiszteleteken túl számos foglalkozást is tartanak ezen a helyszínen. A szabad metodista egyház egy kicsi egyház Amerikában. Érdekes, hogy nagyobb Afrikában, mint Amerikában. De ez egy fajta metodista egyház, és nagyon jó kapcsolatunk van a több fajta metodistákkal is. A szabad metodista egyház gyökerei a metodista ébredési mozgalom alapítójához, John Wesleyhez nyúlnak vissza. John Wesley először 1735-ben utazott a mostani Amerikai Egyesült Államok területére. Misszionáriusként ment az indiánokhoz, Georgia gyarmataira, de igyekezete nem végződött sikerrel. A metodista ébredési mozgalom létrejötte után az első metodista lelkipásztorok 1763-ban elkezdtek szolgálni New England, Új-Anglia területén. 1784-re már annyi gyülekezet és annyi prédikációs hely létezett, hogy egy önálló, független egyházat tudtak alapítani. Ez lett a püspöki metodista egyház. A következő évtizedekben a metodisták különböző ágakra szakadtak, észak és dél harca, a rabszolgaság eltörlésének kérdése komoly vita forrása volt. 1860. augusztus 23-án New York államban, Pekin város egyik almás kertjében Roberts és Redfield megalapította a szabad metodista egyházat. A szabad metodista kifejezésben a szabad szó az emlékeztetés célját szolgálja. Azt akarták, hogy az egyház emlékezzen mindarra, amitől szabad akart lenni, a rabszolgaság, az anyagiasság, a templomi padok ülőhelyének bérlése és a titkos társaságokban való részvétel. Az első kapcsolat Magyarországgal 1982-ben jött létre az Amerikai Szabad Metodista Egyház és Hazánk Evangéliumi Testvérközösségek között, melyet Iványi Tibor és dr. Charles Kirkpatrick, valamint Patrick Wenz hozott létre. Az 1990-es évek elején a Szabad Metodista Egyház angol tanárokat küldött Amerikából Magyarországra, hogy magyar iskolákban nyelvet tanítsanak. Kőszegen, Győrben, Biatorbágyon, Budapesten, Nyíregyházán, Békéscsabán és Szegeden dolgoztak. Ezt követően 1995-ben érkezett Budapestre az első szabad metodista misszionárius. Az egyik alapelv, az egyház egyik alapelve az, hogy mindenki tud tapasztalni a Szent Léleket a saját életében, és mindenki tud érni, elérni a megszentelődést. És azt jelenti, hogy rendszeres az életünk, hogy napról napra imádkozunk, a Bibliát olvasunk, közösségben imádkozunk is, és dicsérünk az Urat. Milyen egy vasárnapi istentisztelet a Szabad Metodista Egyházon belül? Tehát hogyan kell azt elképzelni, akik még nem láttak, vagy nem hallottak ilyesmiről? Mennyiben hasonló ez más keresztény egyházak szertartásához, és miben teljesen más? Alapjában véve, ha a rendszerét nézzük, ez egy olyan istentisztelet, ami más protestáns egyházaknál is működik, reformátusoknál, evangélikusoknál, vagy baptistáknál, pünkösdieknél. Dicsérjük Istent, zenélünk, közös éneklés van, szoktunk együtt imádkozni, megbeszélni, ha van valami probléma, próbálunk mindenkinek személyes lelki útra valót adni, nem csak egy általános prédikációt, de természetesen van prédikáció is, amit prezentációkkal szoktunk színesebbé tenni, az ember vizuális lény, és sokkal könnyebben megjegyez dolgokat, hogyha lát képeket, ábrákat, és ezek az ábrák összeállnak egy alap üzenetté, és ezt az üzenetet akarjuk mi személyessé tenni, hogy ne csak vasárnapi üzenet legyen, hanem a hétköznapokon ez egyfajta útra való legyen, mint egy elemózsi, amiből az ember, ha megéhezik, ehet, hiszen Jézus Krisztus mondta, hogy nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, ami Isten szájából származik.
Van-e például úrvacsora? Igen, van úrvacsora, szoktunk venni úrvacsorát. Nálunk havonta szokott lenni, ez különböző egyházaknál különböző. Én sem tudom sokszor, hogy fontos-e ez a különbség, mi havonta szoktunk venni úrvacsorát, és mint az Isten tisztelet teljesen nyitott, és bárki jöhet, úgy az úrvacsora is teljesen nyitott, ha az ember a szívében Istennel rendben van, de ha mégis lenne valami bűne, azt arra mindig hagyunk egy kis időt, hogy megvallja Istennek, akkor bátran vehet. Isten előtt állunk, Isten előtt van a szívünk. A születésem óta a templomba jártam, és a szüleim a Michigan államban, Amerikában nagyon hűséges tag volt az ottani szabad metodista gyülekezetben, és ott nőttem fel. Tehát ön beleszületett akkor igen, ebbe a közösségbe. Igen. Ön hogyan lett misszionárius? Eredetileg Dél-Amerikába mentünk misszionáriusként, Paraguayban, és az volt egy próbaidő. Csak 3 éve ott voltunk önkéntesként, és tanár vagyok is, és ott tanultam egy misszió iskolában, de úgy történt, hogy dolgoztam az ottani gyülekezetekkel is. És azután a misszió nagy vezetője Amerikában kérdezte tőlünk, hogy esetleg nem önkéntesként, hanem teljes időben szervezünk, mint misszionárius. És volt néhány lehetőségünk, Afrikában, Dél-Amerikában, és itt Magyarországon. És kellett választani a 4-5 lehetőség között. És úgy történt, hogy sokkal könnyebb lett volna, ha Dél-Amerikába visszatértünk, mert spanyolul beszélünk. És a magyar nyelv annyira más, mint az angol nyelv. Az volt az érzésem, hogy jobb a helyzet az egész családunknak itt Magyarországon, mint Afrikában vagy Dél-Amerikában. A középiskolai éveim alatt találkoztam Istennel, egyáltalán ezzel a gondolattal, és akkor tértem meg. És egy hosszú hányattatás után sikerült itt kikötnöm, és én itt ebben a gyülekezetben egy tag vagyok, voltam, így kezdtem. Aztán megkértek, hogy segítsek a zenében, gitározzak. Aztán közben elvégeztem egy teológiai főiskolát, megszereztem a diplomát, és azóta tanítok is, lelki gondozást végzek, biblia órát tartok minden héten, tolmácsolok is, és a feleségem ebben rengeteget segít nekem, minden egyes munkámban rengeteget segít. Korábban úgy tudom, hogy egészen ateista volt, tehát Isten tagadó, tehát ez a megtérés, ez egészen izgalmas és nagy fordulópont lehetett az ön életében. Pláne úgy, hogyha még azt veszik, hogy itt nem csak egyszerűen egy gyülekezet tagja lett, hanem annak lelkészévé is vált. Hogyan zajlott ez a folyamat önnél? Valóban egy teljes fordulat volt. Én nagyon sokat olvastam a Bibliát. Minden ezen áll egy hívő életében, mennyire szereti Isten igéjét, hiszen akkor abból ismerheti meg Istent, és azt, hogy Isten mit akar az őt tanulmányozó személy életével, hiszen nem mindegy, hogy merre tartunk. És én mindenhol a Bibliát olvastam, ahogy mentem az iskolába, a járműveken is olvastam, foci meccsre is vittem a Bibliát, mindenhova vittem, és ez mind a mai napig így van, több fordítás is van nálam, most már az e-bookkal könnyebb cipelni, és
folyamatos tanulmányozás alatt rájöttem az alapvető igazságokra először, azután azt, hogy mit tudok én tenni az emberekért, és mit tudok tenni Isten országáért, és ebben a nagyon lassú folyamatban jutottam el most idáig, hogy lelkipásztorként dolgozom ebben a gyülekezetben, a Lerit helyettesítem, ha nincs itt, mondhatjuk úgy is, hogy segéd lelkész. Nagyon izgalmasan néz ki a Bibliája. Miért van benne ez a sok szín, miért van aláhúzogatva, rengeteg jelölés látható benne? Minden szín egy témát jelöl, és minden kis ábra a sorok mellett egy témát jelöl. Ez segít nekem áttekinteni a mondani valókat és az összefüggéseket. Segít, olyan, mint egy áttekintő térkép. Én térképészként kezdtem el dolgozni régen. És nagyon fontos nekem, hogy rendszerben lássam az egészet. Milyen ez a közösség, Leri, az ön szemével? Ön hogyan látja a budapesti szabad metodistákat itt a Villányi út, Ábel Jenő utca sarkán? A gyülekezetünk egy családi gyülekezet. Nagyon jó és közös kapcsolat van minden gyülekezeti tag között, és akarunk segíteni egymást, de nem csak a gyülekezeti tagokat, hanem a szomszédok, az ember, aki itt a környéken lakik, és azt akarunk, hogy ez a helység egy nyitott, barátságos, bizonságos hely legyen. A közhelyen levő gyülekezet körülbelül 10 éve van ezen a helyen. Ezen a helyen sok felújítás történt azóta, hiszen ez egy nagyon régi ház, talán a legrégebbi az utcában, legalábbis a fotók alapján úgy tűnik. Ön még olyan szinten is végez karitatív tevékenységet, hogy ingyen oktat angol nyelvet a gyülekezet tagjainak, vagy bárkinek? Bárkinek, és nem itt, hanem a 14. kerületi Human Szolgáltató Központban, a Schönherz Kollégium mögött. A közhely az egy közösségi helység, innen a neve, hogy közhely. Nagyon sokféle programot és egyfajta szolgáltatást magában foglal, ami túlnyúl ennek az épületnek a határain, hiszen Leri említette az ingyenes angolórát, de hát szervezünk kirándulásokat is, múzeumlátogatást, nagyon sok program van a falakon kívül, vagy grillezést, de a legfőbb programok az első helyen van a vasárnapi istentisztelet, vasárnap délelőttönként, de bibliaórát tartunk keddenként, az is minden héten itt van. Helyreálló csoport van kedden és csütörtökön, ez egy amerikai típusú 12 lépéses csoport. Van baba-mama torna, zeneóvi, van egy kis könyvtárunk, ahonnan lehet kölcsönözni könyveket. Szoktunk tartani irodalmi esteket, koncerteket, kiállításokat, könyvbemutatókat és társasjáték délutánokat, vagy női kézműves tejás alkalmakat, és lehet, hogy ki is hagytam valamit, próbáltam felsorolni az egészet, nagyon sok mindent csinálunk. Bárki bármilyen egyházból jöhet, ha velünk jól érzi magát. Szoktak járni hozzánk ilyen személyek, és nagyon jóba vagyunk velük, és nem várjuk el, hogy ő ehhez a gyülekezethez tartozzon, hiszen Isten egyházat nem lehet címkézni, mint ahogy mi címkézzük felekezeti címkékkel. Ez egy sokkal nagyszerűbb, hatalmasabb dolog, és a szívben dől el. Semmire nincs kötelezve. Jöjjön és élvezze velünk Isten jelenlétét.